Bangó Nibor B. Ildikó képviselőasszony, MSZP képviselőcsoport, önnél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én egy kicsit a szociális területtel szeretnék foglalkozni, de felvezetőként annyit én is elmondanék Potocskáné képviselőtársamhoz csatlakozva, hogy igen, mikor tavaly nyár elején, tavasz végén elkezdtük tárgyalni a parlamentbe a 2021. évi költségvetést, már akkor lehetett látni, és figyelmeztette a kormánypárti többséget az ellenzék, hogy nem kellene ezt ilyen módon benyújtani, másképp kellene, mert hát nem látjuk még az első hullám után, még akkor nem sejtettük, hogy ilyen mértékű lesz a második hullám, majd azt sem sejtettük, hogy lesz egy borzalmas harmadik hulláma a járványnak, és lényegében úgy tervezte meg a kormány a költségvetést, hogy ezeket a szempontokat jószerivel nem is vette figyelembe. Azóta azt láttuk, hogy parlamenti kontroll nélkül módosították folyamatosan a költségvetést. Jó néhányszor ébredtünk reggel arra, hogy több száz milliárd forintokat költöttek el éjszaka egyik napról a másikra, és láttuk azokat az intézkedéseket, amik kimondottan nem a magyar családok megsegítésére voltak betervezve, vagy lettek elköltve, hanem lényegében a magán vagy a állami vagyonnak a kiszervezése és egy bizonyos kör a támogatását láthattuk hétről hétre, hónapról hónapra. A járványhelyzet okozta gazdasági válság, szociális válság és egészségügyi válság azt feltételezte volna, hogy akkor minden eszközzel és minden adóforinttal arra fog törekedni a kormány, hogy megsegítse a bajba került munkavállalókat, családokat, vállalkozókat, önkormányzatokat, de látjuk, hogy az elmúlt hetek, hónapok alatt nem ez történt, és azt gondoltuk, hogy a szociális területet, az egészségügyet is meg fogja erősíteni, de hát látjuk, hogy nem erre tettek kezdeményezést. Egy kicsit jobban kibontva a szociális területet, a költségvetés módosítás a szociális területen elsősorban az egyes szociális szolgáltatások normatíváját érintően tartalmaz változásokat. A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum februári emelésével összefüggésben. Ezen kívül néhány egyéb változás is szerepel a javaslatban. A munkahelyi bölcsődek tekintetében a bölcsődére vonatkozó szabályokat fogják alkalmazni, az ellátottak figyelembevételére vonatkozó szabályok módosulnak a veszélyhelyzet időszaka alatt. Itt engedje meg, államtitkár úr, hogy egy mondatot beilleszek, hogy februárban bejelentették, ha jól emlékszem, Novák Katalin február elején jelentette be, hogy a 3 és több gyermeket nevelők számára eltörlik a bölcsődei térítési díjat, ezután ingyen járhatnak bölcsődébe, csak azt felejtette el Novák Katalin bejelenteni, hogy azt a bölcsődei díjat törlik el a nagycsaládosoknál, amit önök vezettek be. Én tettem felírásbeli kérdést, hogy ez a támogatási forma hány családot fog érinteni, de sajnos bármilyen adatot ki akarunk a kormánytól kérni az elmúlt időszakban, semmire érdemi választ nem kapunk. Rögzítik, hogy a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím, a szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti feladatokra is felhasználható. Ebben is tettem írásbeli kérdést fel, mert nagyon kíváncsi lettem volna, hogy az első hullám alatt bevezetett otthoni digitális oktatás alatt hány gyermek vette igénybe otthon a szociális étkeztetést, mert lehetősége volt rá, mert bizony itt nagyon, nagyon óriási tételről beszélünk, hogy bár mindenkinek digitális oktatásban kellett lenni az első hullám alatt, majd a második és harmadik hullámnál a középiskolák felső tagozatos gyerekek, hogy itt is kérdéseket tettem fel, hogy mennyit spórolt meg a kormány azzal, hogy a gyerekek nem jártak intézménybe, és nem tudták, vagy valami úton módon nem akarták igénybe venni ezt a szolgáltatást, de hát erre sem kaptam választ. Továbbá a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím tekintetében a bértámogatás meghatározása a bölcsődei intézményekben a jogszabály alapján alkalmazandó szakmai dolgozói létszámhoz jobban illeszkedő elvek mentén történik az indoklás szerint. A hatályos szabályok szerint a házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amely nappali ellátás
ellátásban is részesül. Ez alól kivételt kap a demens betegek nappali ellátása. Ezen kívül meg kell említeni, hogy a lakástámogatások 224 milliárdos előirányzata 344 milliárd forintra nő. Az MSZP már korábban is jelezte, hogy a 3%-os nyugdíjemelés nem lesz elegendő, és erről Kóros képviselőtársam már előttem beszélt. Tekintettel arra, hogy a szociális dolgozók 85%-a garantált bérminimumot, illetve minimálbért kapja bérként, ezért érthető, hogy szinte minden szociális szolgáltatás normatívája változik. Az indoklásból derül ki, hogy az oktatási és szociális normatívák emelése 40 milliárd forintot igényel. Ehhez képest a lakástámogatásokra 120 milliárd többlet jut, plusz még az újépítési lakások áfa csökkentése 110 milliárd forint bevételkiesés. Paks 2 beruházás többletkiadása pedig 60 milliárd forintba kerül. Érdekes módon mégis vannak olyan szolgáltatások, amiknél úgy tűnik, hogy nincs szükség emelésre, vagy csak a kormány nem tartja fontosnak. Ilyen a szociális előirányzatok, normatívák, amik kimaradtak a költségvetési módosítóból. Szociális segítségnyújtás, segítés a házi gondozás egyik eleme. Támogató szolgáltatás a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, alaptámogatás, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet, bölcsődei bértámogatás, a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztattak kiegészítő támogatása, szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, krízisközpont, félutasház és titkos menedékház. Bár a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott támogatás, mintha növekedne, meg plusz támogatási formákat jelentettek be. Talán ezt remélem azért is van, mert minden kimutatás azt mutatja, hogy a járványhelyzet alatt drasztikusan megnőtt a családon belüli erőszak eset száma, és ezzel többet kellene foglalkoznunk, mert amúgy is egy nagyon kényes témáról beszélünk, hogyha bármilyen törvénymódosítás ide kerül a parlament elé, de most a járványhelyzet ideje alatt azt gondolom, hogy sokkal fokozattabban kellene figyelni a magyar családokra. Annak ellenére, hogy átszámolják az inflációt is, nem jut több a szociális támogatásokra, az ápolási díjra, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, az álláskeresési járadékra, ahogyan a járvány ideje alatt is többször módosítékonyt beadtuk a Magyar Szocialista Párt részéről, a családi pótlék emelésére, gyesre, gyetre, anyasági támogatásra sem akar többet fordítani a kormány. Sőt, a járványhelyzet alatt, ami szerintem az egyik legborzasztóbb, hogy hányszor nyújtottam be én személyesen is, meg képviselőtársaimmal is, hogy ezt a problémát oldjuk meg, hogy az, aki Covid vírussal igazoltan fertőződik meg, vagy emiatt kerül karanténba és kikerül a munkavégzés alól, az állam biztosítson 100%-os táppénz számára, vagy 100%-os távolléti díjat. Ez mondjuk be lett ígérve a pedagógus munkakörbe dolgozóknak, és ebben is nagyon sok kérdést tettem fel, és nem tudom, hogy államtitkár úr tudja-e. Folyamatosan azokat a válaszokat kaptuk, hogy felülvizsgálják, van egy rendszer, amin keresztül majd megvizsgálják, hogy tényleg igazolhatóan a munkahelyén fertőződötte meg az illető, és akkor majd utólag megkapja a kiesett jövedelmének a 40%-át. Már ez is egészen cinikus, hogy majd hónapok múlva majd valaki elbírálja, és úgy dönt, hogy tényleg a munkahelyén fertőződött meg. Én olyan írásbeli kérdést tettem fel, hogy meg tudják-e mondani, hogy hányan igényelték ezt az utólagos vizsgálatot, és hányan jutottak hozzá ehhez a 100%-os táppénzhez, és hány embert utasítottak el. Hát államtitkár úr, az önkormánya nem tudja ezt megmondani. Hiába fordultunk az Emmihez, hiába fordultunk Varga Mihályhoz, hiába fordultunk Gulyás Gergelyhez. Azt mondták, hogy ők ilyen adatszolgáltatást nem tudnak a számunkra biztosítani. Egészen felháborító, amit az elmúlt időszakban műveltek, hogy bármilyen adatot szerettünk volna kikérni a kormánytól, és ez vonatkozhatott a fertőzési adatokra, a táppénzadatokra, a szociális étkeztetésre, tényleg teljes körülön semmihez nem tudtunk ellenzéki
ellenzéki képviselőként hozzájutni, semmire nem adtak jóformán választ. Nagyon sok módosító indítványt adtunk be azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetett volna, mert hát ugye ez a költségvetési módosítás is az indoklás hangzatos sorokkal, csak hogy idézzem, kezdődik. A kormány alapvető célja az, hogy megvédje az emberek életét és egészségét, valamint ezzel párhuzamosan segítséget nyújtson a munkahelyek megőrzésében, mérsékelje a gazdasági károkat és újraindítsa a gazdaságot. Hát ez így leírva nagyon szép, csak a valóság az egészen más. Nagyon sokszor elmondtuk, és nyújtottuk be azért a módosító javaslatainkat, hogy azért nagyon fontos az imént említett dolog is, hogy a 100%-os táppénzt, mert nagyon sokan azért járnak betegen dolgozni, mert egyszerűen nem tehetik meg, hogy a jövedelmüknek, a fizetésüknek a 40%-át ne kapják meg. Hát ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy nem tudnak spórolni, nem tudnak a jövedelmükből félretenni, és egyszerűen majdnem belehalnak, hogyha elveszítik a jövedelmüknek a 40%-át. Mert ezt folyamatosan a kormánypárti képviselők lesöpörték az asztalról, és nem vették tudomásul. Többször kezdeményeztem én személy szerint, hogy azok a kismamák, akik a járvány ide alatt hordják a szívük alatt a gyermeküket, ha úgy döntenek, hogy ők a saját egészségüket és a gyermekük egészséget óvni akarják, adják meg nekik a 100%-os távolléti díjat, nem táppénz, távolléti díjat, mert a kettő között különbség van. Lesöpörték az asztalról. Önök hirdetik azt folyamatosan, sőt, most több milliárd forintból fogják hirdetni megint, hogy családbarát kormányzás zajlik Magyarországon. Nem tétel lett volna a költségvetésnek néhány tízezer kismamának, gyermekének, életének a védelme. Idáig nem tudtunk eljutni, hogy egy ilyen ellenzéki, még én abba is belementem volna, hogy vegyék a saját nevükre. Nacsa Lőrinc beadhatta volna. Nagyon szívesen támogatnám. Csak legalább szavazták volna meg. Ha már annyira fontos a magyar embereknek a védelme. És mondom, ez nem tétel egy költségvetés számára. És nagyon-nagyon sok módosítót adtunk be, nagyon sok mindenre felhívtuk a kormánynak a figyelmét, és tényleg tisztelem államtitkár urat, mindig itt vagyunk, és becsülöm államtitkár urat, az egyik olyan államtitkár, aki tisztességesen bejön, felkészül, végigüli bármilyen költségvetéshez kapcsolódó javaslat van, sőt, még ő szokott talán az egyetlen államtitkár, aki közben még hajlandó válaszolni a kérdésünkre, és nem a legvégét várja meg, és mondja úgy el a úgymond a kritikát is küld el bennünket a melegebb éghajlatra, hanem esélyt ad nekünk, hogy közben még tudjunk vitatkozni is. Nagyon becsülöm ezért államtitkár urat. De az, amit a kormánya művelt ebben az elmúlt egy évben, járványhelyzetre hivatkozva, hát ezt nem lehet azt mondani, hogy családbarát kormányzás és a családok megsegítése. Az, amikor láttuk, és többször nyilatkozta a miniszterelnök úr, hogy hogyan fogjuk a külföldi jó példákat követni. Egyetlen egy jó példát nem tudtunk követni. Hányszor követeltük, hogy folyamatos tesztelés legyen Magyarországon, már csak azért is, hogy tudjuk védeni a munkavállalókat, a magyar családokat, hogy tisztában legyen azzal, hogy mikor fertőződik meg, a kontaktkutatásnak a fontosságát hányszor elmondtuk. Hányszor mondtuk, hogy ezt csinálják a környező országokban, hogyan támogatják a munkavállalókat, a magyar, mekkora bértámogatásokat adnak a szomszédos országok azért, hogy meg tudják őrizni a munkahelyeket, és meg tudják védeni a családokat, mert sajnos ki kell mondanunk, hogy nem tudjuk, hogy meddig lesz velünk még ez a helyzet. Nem tudjuk azt mondani, hogy holnap ennek vége lesz, vagy holnap után, vagy hogy nem fog jönni egy negyedik hullám. És nem tanulunk a saját hibánkból, azt látjuk, hogy nem fogadják el. Bármilyen jó szándékkal nyújtunk be módosító javaslatokat, jó szerével, én nem tudom, hogy az elmúlt időszakban, hogy tudtunk-e bármit olyan javaslatot benyújtani. Egyetlen egy volt a múlt héten dr. Molnár Zsolt részéről, de azt sem ellenzéki javaslatként fogadták el, hanem beemelték sajátként majdnem 100%-os szövegmódosítás nélkül. De lényegében azt láttuk, hogy ami a járványhelyzetre hivatkozva beadtunk
kezdeményezéseket, semmit, a létezettek világon semmit, államtitkár úr, nem fogadott el a kormánypárt. És higgy el, hogy mi sem csak leülünk és kitaláljuk, hanem kapjuk a leveleket, kapjuk a telefonhívásokat, kapjuk az értesítéseket. Mi is meghallgatjuk az embereket, és nem igaz, hogy csak olyan emberek fordulnak hozzánk, akik nem látják, hogy mit kellene csinálni. A hétköznapi problémákat mondjuk el, és azokat nyújtjuk be törvénymódosítás céljából, és sajnos az elmúlt években önök ebből semmit nem fogadtak el. Köszönöm szépen, elnök úr!